2010. január 2-ától új igazgatója van a Vésztői Sinka István Művelődési Háznak, Csőz Ferenc személyében, akinek már most számos terve van az intézmény jövőjére nézve. Én nem vagyok híva 180 fokos fordulatoknak. Természetesen megtartom a kialakult rendezvény és tevékenység struktúrát, de úgy gondolom, hogy a igény követés mellett az igényteremtésnek is meg kell jelennie. Én szeretnék nagyobb hangsúlyt fektetni a helyi kultúra, a helyi hagyományok ápolására, szeretném támogatni a helyi hagyományőrző csoportokat, és úgy gondolom, hogy hosszú távon szeretnénk egy olyan helytörténeti gyűjteményt is kialakítani itt Vésztőn a tájházban, amely méltó mutatja be a város történetét, az itt élő emberek múltját. Emellett egyéb megújulások is várhatóak majd a közeljövőben a művelődési központban. Mindenképpen szeretném fejleszteni a művelődési központ technikai, informatikai hátterét, mivel úgy gondolom, hogy az itteni körülmények jelen pillanatban fejlesztésre szorulnak. Szeretnénk egy digitális adatbázis létrehozni a stúdióban, egy olyan CD és DVD gyűjteményt, amely maximálisan kiszolgálja a művelődési házat használók, az ide látogatók igényeit. Gondolok itt arra, hogy szükséges, hogy a műsorok, a rendezvények színvonala minél inkább jobb legyen. Mi minden korosztálynak szeretnénk kínálni megfelelő programokat és lehetőségeket itt a művelődési központban, de pályázatomnak egyik kiemelt területe volt az, hogy azt a korosztályt, a 20 éveseket visszacsábítani a művelődési házban olyan lehetőségekkel, amelyek olyan programokkal, amelyek vonzóak számukra. Szeretnénk létrehozni egy ifjúsági klubot, nevezhetnénk ezt egy zenei klubnak is, ahol a fiatalok önmaguknak szerveznek programot, és megpróbálják önmaguk megszervezni saját kulturális életüket. A Művelődési Ház legközelebbi programja a Kultúra napjára esik, ahol számtalan programmal várják a lakosokat.